Az egyik a fizika vetélkedő, a másik az ukrán, ami az ukrán társadalomba integrálhatja a gyerekeket. Esélyegyenlősége mindenkinek egyforma, hisz mindenki magyar iskolából jött, és fizikát magyar nyelven, az ukrán pedig egymás között mérettettek meg. Mai vetélkedőnk mellett nagyon sok lehetőség kínálkozik, és rendezvény is van az iskolában. Én megnyitom ezt a rendezvényt, utána átadom a kollégáimnak a szót, akik majd részletesebben tájékoztatnak benneteket, de elmondanám, hogy ma 11 óra után, 11:30-kor meglátogat minket Martonyi János külügyminiszter, aki a magyarok érdekében tárgyal Kijevben, és volt Odesszában, vagyis a Donyeszk vidékére, az orosz közösségbe, hogy mi ott a helyzet. Egyrészt tájékoztat minket, másrészt tájékozódni szeretne, és a fiatalságnak üzenni. Miután a rendezvény nyitott, 11:30-től egy szinttel feljebb minden pedagógus, érdeklődő diákot, aki akkorára befejezi a versenyt, és kedves kollégát és diáklányt várunk oda szeretettel, hiszen itt most nem csak Ukrajnáról van szó, hanem a mi sorsunkról is. Aki a tévét nézi, gondolom mindenki szeretné, ha nem állnának tankok, mint Krímen, ha nyugalom és rend lenne, és ha a jogainkat és a nyelvünket meg tudnánk őrizni azzal az élettel együtt, amit lassan kialakítottunk. Emellett örömhír 9-esek számára, hogy felvételt hirdethetünk 9. osztály után, Molocsi specialist, azaz felsőfokú szakképzési szinten, óvodapedagógia, turizmus, könyvelő, rendszergazda, vagyis alkalmazott matematika, informatika és szociálpedagógia szakirányban. Erről részletesebben majd a felsőfokú szakképzési intézet igazgatója Sós Katalin fog beszélni, hogy miből, milyen vizsgát és hol kell tenni. Őt már bemutattam, Sós Katalin, utána majd átadja a szót Verki Károly Margit és Katalinnak, aki az ukrán verseny bizottságnak az elnöke, arra vonatkozólag, hogy mi várható, és Györfi Istvánnak, aki viszont a fizika versenynek a versenybizottsági elnöke. És az egész koordinálását innét kezdve rábíznám Verki Károlyra, a Pedagógus Szövetség irodaigazgatójára, innét vedd át a szót, és irányíts. Mindenkinek jó munkát, jó vetélkedést, sok okos gondolatot, részvételt az intézményünkbe is, nem hozott mindenkit most, és szeptembertől mint főiskolai hallgató. Köszönöm szépen! Nagy tiszteletem üdvözlök mindenkit, és szeretném Győfi István bácsit bemutatni, aki röviden, 2-3 mondatban tájékoztam benneteket, akik fizikára jelentkeztek, hogy mik is lesznek a lebonyolítás feltételei. Tessék parancsolni. Csak nagyon röviden, tehát mindenki megkapja a bizonyos alapot, nem nehéz feladatok vannak. Ha ne talán kérdés merültel, ott lesz, aki vigyáz a rendre, szólhatok meg engem, behívok, de gondolom, hogy
én úgy megcsináltam a feladatokat, utána megpróbáltam megoldani, hogy hiányosság volt, megszoktam, hogy még könnyebb legyen. Igaz, vigyázzatok, hogy szépen írjatok, mégpedig a végső sor, a kérdés, ami van, arra feleletet adni. Miért, mert lehet, hogy sok esetben úgy valaki úgy írja az egészet, hogyha mi el tudunk venni, hogy mit akar a végén kihozni, lehet, hogy az eredményről fogunk kapni. Jó, köszönjük. Különösen vigyázzunk a 9. osztályra, mert lehet, hogy a 9-ből, ha lesz, aki elkísérlen benneteket, az első-második helyezett, ha meghívnak minket, tudjátok, zűrzavaros a helyzet, lehet, hogy a határ. Nem zárja. Nem kell tényleg. Az öveges versenyre, hogy hol lesz, még nem tudjuk, mert április végén vagy májusban fogják tenni. Jó, köszönjük szépen, és Pista bácsi majd részletesebben az osztályba tájékoztat titeket. A versenyre, a fizika versenyre 2 óra lesz adva, és akkor most felkérnénk. Margit is katalánk röviden ismertetni. Igen, gyerekek, az ukrán nyelve csak 1,5 órára van, és nagyon kérem titeket, hogy 2 válasz ne legyen, csak 1 helyes válasz. Jó. Jó, köszönjük szépen, és akkor most én azt mondom, hogy mindjárt kinyitjuk az ajtót, és kezdjük a szétosztás most figyelmetére. A 7. és a 8. osztály egy pillanat. Osztályt vezeti Orosz Katalin és Majzás Natália. Jó, de rendben megy mindkét osztály. Menjenek ki, lányok! Fizikusok! Felkérem Húré Zórát és Máté Mónikát, hogy a JASZ nagyfunk szolnok teremben.
konzultálunk a fajtásokat.